A világfesztivál zárónapján az ötszörös serdülő Európa-bajnok korábbi olimpikon Cvikl Dániel és a paralimpiai bronzérmes asztali teniszező Svitach Alexa is megjelent a győri olimpiai sportparkban. Cvikl Dániel 2000-ben és 2002-ben is részt vett hasonló eseményen, sőt, csapatban legyőzték Kínát is. A világfesztivál mindig nagyon különleges esemény volt, már a mi gyerekkorunkban is. Nagyon sokat jelentett az nekünk, hogy gyerekkorában az ember már a versenysportban él, és akkor van egy olyan verseny, ahol a közösség, a szolidaritás, az egyéb programok, tehát egy teljesen más aspektus is megjelenik a versenynek, aminek nagyon jó volt, és nagyon szerettünk a világfesztiválon annó még Tiszaújvárosban versenyezni. Úgyhogy az, hogy most újra életre hívták a világfesztivált, Herendi Iván újra lelkesen nekiállt ennek, most Győr városában, az egy fantasztikus lehetőség a gyerekeknek, hogy külföldieknek is vannak itt japánok, üzbégek, irániak, mindenkinek tényleg egy nagy öröm és egy nagy élmény együtt. Svitach Alexa a mérkőzéseket figyelve kedvet kapott a játékhoz. Legszívesebben, amikor elnézem itt a fiatalokat, az utánpótlást, én is ütőt ragadnék, megmondom őszintén, mert annyira jó hangulata van ennek az egész versenynek, úgyhogy szívem szerint én is játszanék. Tegnapi nap érkeztem, ugye díjátadó voltam, és tényleg ugye mindig öröm díjat kapni, de még nagyobb öröm volt átadni. Szerintem új barátságok is kötletnek ugye ez alatt az idő alatt, hiszen az asztalnál ellenfelek, de mint tudjuk, külön programokat is szerveztek, ahol pedig szerintem nagyon jól össze lehet ismerkedni, barátkozni, lehet tanulni a nyelvtudásukat is lehet fejleszteni, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó esemény az ilyenekre is. Az U13-asok között bronzérmes Lindner Zétény édesapja is válogatott játékos volt, vagyis volt kitől tanulnia. Döntőbe jutásért beszélettem 3-1-re. Most nem olyan jól ment a játék, de előtte jól játszottam. Tapasztalatot szereztem ezen a versenyen. Külföldiekkel játszhattam, új játékstílust tanulhattam. Néha volt olyan rész, amikor izgultam, de főképpen jól éreztem magam, és jó lenne, hogyha lenne még ilyen. Az édesapa Lindner Ádám csupán bronzéremig jutott a világfesztiválon. Zétény most U13-ba bejutott a négy közé, úgyhogy már azt elérte, amit én elértem 1989-ben. Ez a verseny elsősorban egy-egy szól arról, hogy a gyerekek jól érezzék magukat. Nyilván az eredmény is fontos, de azt gondolom, hogy ez az egész hét elsősorban inkább egy ilyen kicsit ilyen fesztivál jellegű, nyilván benne is van a nevében, mindent megtesz mindenki, itt vannak és mindenki nyerni szeretne. A vasárnapi 8 döntő közül 3-ban volt magyar versenyző. Az U15-ös fiúknál Kizakis Georgios Nikolaos, Bece nevén Nikos, 3-0-ra kapott ki az első helyen kiemelt tunéziai Esid Bassintól. Kicsit jobban össze kellett volna magam szedjen fejbe, hogy ennyire ne izguljam el azért a meccset, meg az első szedve amikor 10-8-ra vezettem az első szedbe, ott is azért az fontos lett volna megnyerni lelkileg, és legközelebb, amikor játszok ilyen komoly tétmeccset, akkor már ebből a meccsből is tudok sokat tanulni. Hát a hangulata szerintem nagyon jó volt, hogy lerendezték itt. Fárasztaninak annyira nem volt fárasztó, mert egy nap 6 meccs volt, ami annyira még nem volt vészes, tűrhető volt. A 17 éves Valenti Csanna előbb az U19 elődöntőjében, majd saját korosztályában az U17-esek fináliában maradt alul az EB második ukrán lánnyal szemben. Az U19-es, vagyis ifjúsági lány döntőben a 18 éves Balog Ágnes Kira a már említett ukránnal szintén nem bírt, vagyis ezüstérmes lett. Neki van egy olyan stílus, amit én nagyon nem érzek, tehát hogy nagyon farsosan játszik, ami neki jó igazából, mert nagyon sokan nem érzik ezt a játékstílust, és köztük vagyok én is, hiszen nekem is ugye elég csapkodós a játékom. Nyilván én is próbáltam farsabban játszani, de nem nagyon sikerült, úgyhogy... Hát ez így sikerült, de nagyon jól játszik a csaj. A csapatban másodikok lettünk, az ukránoktól kaptunk ki, hogy ugyanaz a lány volt a csapatban, akivel most játszottam a döntőben. 3-2-re kaptunk ki. Igazából nem sokon múlt, de szerintem nagyon jól játszottunk. Párosban meg harmadikok lettünk, ott ugyan statisztikásoktól kaptunk ki, de nagyon jól játszottak a lányok. Hajókázással fogjuk zárni a hetet igazából. Ugye a megnyitón volt táncbemutató, szólt egy kis zene, ugye kis mulatság volt, és hát ugye a lányokkal mi el szoktuk ilyenkor engedni magunkat, és akkor jön itt a móka kacagás, és hát mi meg voltunk őrülve. Az zárőünnepségen a Széchenyi téren Győr polgármestere dr. Dézsi Csaba András így összegzett. Fantasztikus dolog, hogy ezt a versenyt meg tudtuk rendezni, ami azért is fontos, mert 5 korcsoport tudott elindulni, 232 versenyző, és volt olyan ország, ami még soha nem jelent meg ezen a világjátékokon, világfesztiválon,
ez például Gána országa volt, viszont volt olyan ország, kettő is, amelyik mindegyiken itt volt, ilyen volt Németország és Svédország. Több mint 100 versenyző, magyar versenyző volt, nagyon szép eredményeket értetek el, gratulálok hozzá. Gratulálok a 4 aranyérmesnek, a 9 ezüstérmesnek és a 16 bronzérmes versenyzőnek. A fiúknál 4 aranyérmet gyűjtő Japán előtt Ukrajna végzett az éremtáblázat élén 5 aranyéremmel.